mutatok egy nagyon kedves húsvétre is alkalmazható kis dekorációt, ami ehető bizonyos alkatrészek kivételével. Veszünk egy retket, ami rajta hagyjuk a tulajdonképpen gyökerét, ez egy ilyen farkinca, és úgy vágjuk le a zöldjét, hogy rajta marad egy ilyen fél centi körülbelül. Na most ebből a zöldből egyet meghagyunk, óvatosan levágjuk, ez lesz majd a kis egérke órócskája. Ebből levágok egy picikét. Akkor az aljából le kell vágni egy lapocskát, majd hogy jól megálljon. Akkor utána fekete borsból, két szép fekete borsból csinálunk neki szemet. Hát ez jó lesz. Tehát itt nem nézem, hogy körülbelül hova tegyem. Ezt jó erősen belenyomjuk. Itt fog ez maradni, hogyha jó erősen belenyomjuk. Igen. És akkor itt fölül egy pici, a szeme fölött egy pici vágást ejtünk. Fél éves, és amit az előbb az aljáról levágtunk, ezt bedugjuk az egyik fülének, és akkor egy másik retekből vágunk egy ilyet a másik fülének. És ugyanúgy megcsináljuk azt a vágást, nem egy bonyolult, és nagyon mutatós. És akkor utána, amit mondtam, hogy a szeme és ennek a kivételével meg lehet enni,